Pakson a bajnoki rajt megkezdése előtt néma felállással emlékeztek meg az idén elhunyt nagyszerű sakkozókról, többek között az ASE színeiben játszott olimpiai bajnok Csom Istvánról. Nehéz időszakon vagyunk túl, és nyilván mindannyian azt vártuk, hogy végre elindulhassanak a versenyek. Öröm, hogy ez megtörténhet, és öröm, hogy egy ilyen rangadóval indulhat el a bajnokság. Az országos megmérettetés legfelsőbb szintű játéka az idei évtől Szuperliga néven fut. Másfél éves szünet után tudtuk újraindítani a legmagasabb szintű magyar sakk csapatbajnokságot, és ez a szünet ez arra is alkalmas volt, hogy egy kicsit átalakítsuk, átszervezzük a bajnokságot. Először is Szuperligának hívják mostantól a legmagasabb szintű magyar sakk csapatbajnokságot. Korábban NB1 és NB1B volt a két szint, most ezt szétválasztottuk, és a Szuperliga néven játszanak a legjobb csapatok, és NB1-nek hívják a második ligás. Minden, ami ma napság történik a magyar sakkban, azt valójában a 2024-es budapesti magyarországi sakkolimpia összefüggésében érdemes értelmezni. Az a célunk, hogy 2024-re, amikor a világ sakkozói ide jönnek Magyarországra, addigra a magyar sakkozás újra olyan helyzetbe kerüljön, hogy megnyíljon számunkra a sakkolimpiai éremszerzésnek a lehetősége. A legmagasabb szintű magyar bajnokságnak is erre kell fölkészíteni a magyar játékosokat. A házigazda Magyarország az egyetlen ország lesz a sakkolimpián, amelyik több csapatot is indíthat. Ennek hagyományosan ez a szabálya. Így nem csak egy magyar férfi és női válogatott csapat fog leülni az asztalhoz, hanem kettő, sőt akár három is bizonyos körülmények között. Így aztán biztos, hogy a most itt játszó Nagykanizsa és Paks csapatai közül is lesz, vagy csapatában játszók között is lesz olyan, aki asztalhoz ülhet. Hagy kezdjem a hölgyekkel. Két nagyszerű válogatott játékos ül most itt az asztaloknál, Vajda Szidónia és Gara Tícia. Biztos vagyok benne, hogy 2024-ben mind a ketten a magyar női válogatottnak a tagjai lesznek. Ács Péter, Pap Gábor, Balogh Csaba, akik most itt játszanak Pakson, mindannyian képesek lehetnek arra, hogy beverekedjék magukat a magyar válogatottba. Biztos vagyok benne, hogy majd a fiatalok is fölérnek addigra arra a szintre, hogy ha nem is az A válogatottban, de vagy a B vagy a C csapatban játszanak. Az ASE élvonalban szereplő sakk csapata a legutóbbi csapatbajnokságban dobogós helyen végzett. Az idei évben is ez a cél. 4-5 csapat igaz beerősített, így nagy lesz a harca dobogós helyekért. 3 nagymesterrel erősödtünk, ugyan a külföldiek létszámát maximalizálják, tehát 3 játékos lehet, de jó esélyünk van továbbra is, hogy a dobogót megtartsuk. A Kozák Ádám, a Horváth Csaba, illetve a Popovics nagymester, szerb nagymester jön hozzánk. Ezzel, hogy nálunk megerősödött, ugye a hosszabb lett a sor, és így tudjuk segíteni az most már NB1-be szereplő második csapatunkat. Tehát, hogyha maximálisan tudunk felállni, akkor ők is nagyon erősen tudnak játszani. Tehát ott egyelőre csak a fiataloknak a kipróbálása, szokják azért a komoly játszmákat, tehát az a cél. Jött is két fiatal, két ügyes, tehát ők be fognak épülni. Az atomerőmű ESE Szuperligában szereplő első számú csapatának 2 fordulót követően 1 győzelem és 1 döntetlen az eddigi mérlege. Az ASE NB1-es csapata 1 döntetlent és 2 győzelmet szerzett eddig.